Sziasztok! Üdv mindenkinek a Lávst YouTube csatornáján, és örülünk, hogyha velünk tartotok a skóciai utazásunk alatt is. Az előző részben láthattátok, amint egy vízesés mellett haladunk felfele egy kitaposott ösvényen, és elmentünk az egyik legszebb skót tengerpartra is. A mai részben láthattok delfineket, csolymokat és egy újabb vízesést is. Az egyik egy kisebb csalódás volt számunkra, és hogy melyik volt az, az a videóból kiderül. Megálltunk, delfinlesen vagyunk, mert kiszúrtam, hogy az egyik bójánál így, mint hogyha mondom, halak ugrálnak, vagy mi lehet az, és szerintünk delfinek voltak, úgyhogy megálltunk delfint nézni. Persze, mire ideértünk, amúgy már eltűntek, de akkor nagyon-nagyon sok ott ugrált egy helyen a fehér bójánál, nem tudom, látjátok-e a képen ott arra. Az a pár perc, ami a között telt el, hogy észrevettem a delfineket, majd leparkoltunk, felmásztunk egy domboldalon, elővettük a kamerát, és megkerestük a kamerán át a delfineket. Pont elég volt ahhoz, hogy távolabb ússzanak. De remélem így is élvezhető az a felvétel, amit készítettünk. A hosszabb verziót a videó végén nézhetitek meg. A skóciai utazásunkról rengeteg fénykép is készült, amit a Lávst Facebook oldalán szoktam megosztani. Ne felejtsétek el azt is bekövetni, a linkeket pedig a leírásban találhatjátok. Amikor Zoli előállt azzal a tervével, hogy teljesítsük Skóciában az NC500-as túraútvonalat egy lakóautóval, a tengerpart mentén nem gondoltam volna, hogy ilyen látványban lesz részünk. Remélem, nektek is ugyanígy tetszenek ezek a különleges helyszínek. A súlymászatba egy véletlen folytán jutottunk el, hiszen csak meg akartunk fordulni egy udvarban, mert eltévedtünk, és akkor láttuk a kiírást, hogy itt egy solymászat van. Zoli bement megkérdezni, hogy csak pár perccel körülnézhetnénk-e, és ők azt mondták, hogy igen. Ajaj. Milyen fejt van, szia! Jön kis csőre van. Ez itt hátul a orosz cseppe is az. Az igen. Nézd! Hátul. Igaz, fel akarsz állni, látszik. Bal is. Helye. De pici ezt tuk-tuki. Már hogy... Olyan. Hú, hogy néz? Miért szemezel velem? A picinek milyen hangja van. És elérkeztünk ennek a videónak az utolsó helyszínéhez is, ami egy vízesés. Eljöttünk a Victoria vízeséshez. 250 métert írtak. De szerintem lefele kell mennünk, mert itt a tetején vagyunk. De feljöttünk a tetejéhez. Fölfele kellett sétálni nagyon. Zoli éhes, úgyhogy a legnagyobb turista kelléket elhozta. Ilyen sajtos csavartat. Úgyhogy most mehetünk majd le, hogy lássuk a vízesést. Itt vagyunk amúgy. Ah, látom a kilátót. Jaj! Közben én is mindjárt kilátom magam. Bocsánat, csak nem állunk meg sosem, mindig mozgásban vagyunk.
Azért megy a kamera. És a következőt onnan fogom csinálni, a következő bejelentkezést. Amúgy nem rossz a kilátás. Egyszerű az út, sétálható, csak az előbb nagyon meredek volt, aztán meg ugye egy picit lejtős. Természetből is kaptok egy picit darabot. Ilyen a környezet. Előbb ugrált az úton egy kis madárka. Próbáltunk egy pár morzsát adni, de nem akart elfogadni. De nem repült el. Egy-két méterre ott áll tőlünk. Most megyünk akkor a kilátóhoz. Ez is egy hatalmas patörzs. 2-3-szor olyan széles, mint én. És én se vagyok nagyon pici. Ez nem szún. Ez a fenyőfa féle. És ott érünk ki. Igen, azt mondtam, hogy onnan lesz a következő bejelentkezés, de közben eszembe jutott, hogy egy picit a természetből is mutassak. Hát, Zoli nincs elragadtatva. Hát, egyébként... egyébként tipikus. Ez egy turistalátványosság. Hát úgy nem rossz, nem rossz. De előbb voltunk, ott fölmásztunk, és ott tényleg ilyen majdnem, hogy bokáig sárba kell dagonyázni, és nagyon komoly kihívás volt némelyik helyeken fölmászni a következő szintre. Na, az egy olyan vízesés volt, hogy az nem ilyen. Az százszor jobb volt. De lehet, hogy csak azért tetszett, mert mi másztunk mellette, egy kicsit interaktívabb volt. De ezt nem is látod rendesen. Hát itt egy fa, oda belelóg. Ott álltam a vízesésbe, tudtam inni a patakból. Hát igen. Itt meg vagyok 80 méterre, valamitől aztán... Ennyi. Megnéztük erre. Nem jött át neked. Hát ha csak nem, ott le lehetne menni ugye alul, a folyó mentén, és akkor odaérkezni, de akkor még nem látod megint csak a felső részt. A parkolóból indul amúgy egy út a mozgássérülteknek is, és az ide érkezik meg. Tehát a mozgássérültek kerekesszékesek is láthatják, és ők ide az aljához érnek. Mi azt az utat választottuk, ugye, ahol fölfele elég, hát nem annyira meredek, de meredeken kellett feljönni. Ugye mi a felső részhez érkeztünk. Látványos, de... Szerintem itt ezen a könnyebbített részen, így az aljához érkezni is bőven elég. Na jó, van, folytatjuk utunkat. De már csak itt kimegyünk, és megyünk is tovább. És ahogy ígértem, a videó végén most további delfines videókat nézhettek. Remélem tetszett ez a rész is. Ha igen, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot. A következő részben remélem találkozunk. Addig is, sziasztok!